Sziasztok! 2012-ben elkészült ez az Alien Origin című found footage horror, ami magyar címen Alien a kezdet, és ez egy annyira minősíthetetlen szarkupac, hogy nem is fogok róla sokat beszélni, mert már most teljesen föl vagyok cseszve idegileg. Tegnap néztem meg a filmet, még nagyon friss élmény a számomra, és hát az idejét nem tudom, hogy melyik filmen húztam fel magamat legutóbb ennyire. Szóval feletté izgalmas percek elé nézünk. Láthatjuk, hogyha az IMDb-re bepöttyögjük a film címét, hogy kőkemény 1,9 ponton áll, ami azért még egy olcsó Z-kategóriás found footage horror esetében is piszkosul kevés. És hát tulajdonképpen az egyetlen egy pozitív dolog, amit a filmmel kapcsolatban el tudok mondani így előjáróban, az annyi, hogy legalább egy ember álmát valóra váltotta azt, hogy elkészült. Ez az ember nem más, mint Mark Atkins, aki gyakorlatilag az Alien a kezdet szülőatya volt. Hogyha a port.hu-ra beírjuk a film címét, láthatjuk, hogy a rendezésen, a forgatókönyvíráson, a gyártáson át, az agysejtírtásig tulajdonképpen mindenért ő volt a felelős. Hát nagyon remélem, hogy ez a Mark Atkins valahol egy, bízom benne, hogy nagyon távoli és nagyon eldugott ponton jókat röhög a markába, hogy világra szabadította ezt a szörnyszülöttet. Hát valami gyalázat, komolyan mondom, iszonyatos, hogy mennyire szörnyű ez a film. Na de ne tépjen feleslegesen a számat, vágjunk bele, aztán minél előbb essünk is túl rajta, mert a bemutató is bőven elég lesz ebből a moslékból, ezt garantálom. A cselekmény dióhéjban annyi, hogy egy háromfős forgatócsoport egy katonai csapathoz megy, hogy tanulmányozzák az ő munkájukat, és abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy még egy bevetésre is elkísérhetik őket. A katonák elsődleges küldetése kezdetben az, hogy egy adott helyszínen térfigyelő kamerákat helyezzenek el. Annak ellenére, hogy érdemi történések nem nagyon vannak, az első 10 perc még egészen tűrhetőnek nevezhető, éppen azért, mert itt még úgy ismerkedünk a szereplőkkel, habár karakterük, hát hogy ne mondjam, hogy mennyire van. Van már szinte kötelező found footage kellékként egy szőke nő, aki a forgatócsoport vezetője, hát az ő jelleme kimerül abban, hogy ő a szőke nő. Aztán vannak a katonák, hát egészen sokan vannak, de hogy mennyire tudjuk őket megkülönböztetni, hát nekem ez kb. Úgy sikerült, hogy na van ő végig nagyon csúnyán néz, aztán van ő még az előzőnél is csúnyában szokott nézni, és itt van még egy harmadik, aki nem néz csúnyán, viszont képtelen összerakni egy mondatot normálisan. Nos, változott a küldetés. Most kaptunk üzenetet a központtól. Azt mondták, hogy eltűnt itt két régész. Nos, jelenleg a Numeria területen vagyunk. 12 kilométert megyünk még, mert ott tűntek el a régészek. Indulunk! Szóval a karaktereket, mint olyanokat egy az egyben lehúzhatjuk a WC-n, de itt még legalább a párbeszédek úgy, ahogy működnek, ugyanis a forgatócsoport beszélget a katonákkal, akik elmondják, hogy milyen eszközökkel dolgoznak, hogyan dolgoznak, mik a bevett módszereik, és ezek között akad egy-két érdekes is, azért ezt be kell vallani. Aztán elérkezünk egy jelenethez, amit megmondom őszintén elsőre egészen ígéretesnek találtam. Itt a feszültségkeltésnek is a halovány szikrája azért megnyilvánul, és egyébként ez a film csúcspontja, és az egészben egyébként az a vicc, hogy ez a 9. percben van kb. Bravo! A jelenet lényege az, hogy a szereplők több száz kilométerre a tengertől, gyakorlatilag a dzsungel közepében találnak egy hajót, és hát ugye joggal felmerül a kérdés, hogy a hóhérba kerül ez ide. A hajón aztán találnak egy kamerát, aminek a felvételét ők ugyan nem tudják megnézni, de mivel ez a film annyira szellemes és annyira magával ragadó akar lenni a found footage filmek között, hogy ezzel a nagyszerű eszközzel operál. Sikerült helyreállítani a memóriakártyát az expedíció felvételével együtt. Hurrá, már féltem, hogy nem láthatom. Na szóval itt van maga a felvétel, amit ugye a hajón lévő emberek készítettek. Na most... Ez mi?
De komolyan, valaki magyarázza már nekem, hogy mi az, amit én most nézek, mi az, amit látok, egyszerűen semmit nem bírok kivenni belőle. Pazar a film technikai oldala, mi? De tudjátok, hogy mi még ennél is nagyobb kérdés? Tudjátok, mi van most itt mellettem? A Gandhi. Itt van mellettem a Gandhi című film, én meg ezt a szart nézem, a normális vagyok én? Szóval hőseink megnézték ezt a felvételt, ami körülbelül annyira volt félelmetes, mint egy üdítős doboz, aminek lecsavarták a kupakját. Aztán az éj leple alatt láthatjuk, hogy valami azért csettenkedik körülöttük, de ezt is egy pillanat tölt részéig. Tessék, ennyi volt az egész, aztán másnap reggel nézhetjük, hogy nyomokat hagyott a fán. Hát mondhatom, ettől aztán tényleg nem tudom, hogy melyik sarokba bújjak el félelmemben. Mondjuk nem kéne ezen hőbörögnöm, mert igazából a későbbiekben még ennyi se lesz. Az alkotók ezzel az előbbi pillanattal tulajdonképpen a film legfeszültebb pontját nyújtották nekünk. Marha biztató, ugye? Mert ami innentől következik, na az igazán az agysejteknek a mészárszéke. A szereplők megkapják a lényegi küldetésüket, ugyanis a központtól kapnak egy utasítást, hogy próbálják meg megkeresni azt a két kutatót, tudóst, akik ezen a környéken tűntek el rejtélyes körülmények között. És ugye elindul a keresés. Na ez akár még izgalmas is lehetne, de szerintem a hanghordozásomból kitalálhattátok, hogy a létező legmesszebb áll ettől. Ugyanis amit innen majdnem egy órán keresztül látni fogunk, az az, amit éppen most ti is néztek. Hogy a katonák és a forgatócsoport együtt menetelnek. És menetelnek, és menetelnek, és még mindig menetelnek, és közben azért néha beszélnek, de általában nem, és még mindig mennek. Egyszerűen annyira olyan szinten nem történik semmi ebben a moslékban, hogy komolyan nem túlzok, ehhez képest a jég bezárva egy krenk. Annak pedig, hogy itt bármiféle alienek lennének, abszolút semmi nyoma sincsen, nem csak itt, az egész film alatt nincsen. És hát azért gondolom, hogy itt alieneknek kéne lennie, mert hát csessze meg, ez a film címe. Egyébként találnak még egy felvételt, ahol az eltűnt kutatók vannak, és ez is úgy van megcsinálva, hogy nézhetjük komolyan több mint 5 percig azt, ahogy ez a két tudós egy barlangban mászkál mindenfelé, és a felvétel végén körülbelül 4 másodpercre láthatjuk ezt. Értem én, hogy a feszültségkeltésnek egy nagyon jó eszköze az, hogy nem mutatjuk meg egy az egyben, hogy mitől kéne félnie a nézőnek, de azért nem kéne így átesni a ló túloldalára. Aztán úgy néz ki, hogy talán egy kicsikét haladunk is előre valamit, ugyanis a szereplők beérnek egy ilyen kisebb faluba, ahol megtalálják azt a nőt, aki az egyik kutatónak a társa volt, és ő azt állítja, hogy ő tudja, hogy hol tartózkodik a társa, és elvezeti oda a katonákat, akik ugye ebbe bele is egyeznek. Na hát az éjszaka leple alatt vezeti őket a hölgy, és egyszer csak valami furcsa villódzást látnak a háttérben, és itt megint úgy tűnik, hogy na, talán most történik valami, de egy hirtelen vágással bent vagyunk valahol, ahol nekiállnak keresni ezt az eltűnt férfit, mert a nő azt állítja, hogy ő itt látta utoljára, de esküszöm nem tudom kivenni, hogy mi az a hely, ahol most vagyunk. Annyira szar és szemcsés a kép, és annyira rángatják azt a kibaszott kamerát, hogy nem lehet követni. Egy épkézláb képkockát nem lehet találni. Fölcsendül valami sziréna, vagy mit tudom én micsoda, és a szereplők egyből kitalálják, hogy úristen, ki kell rohanniuk onnan, majd ez az... Azt se tudom, hogy épülete ez, vagy űrhajó, vagy fogalmam nincs, mert nem lehet látni. Na mindegy, szóval ez a valami fölrobban, és hát a szereplők most határozzák el, hogy akkor ideje lenne dobbantani. Visszamennek a jeepekhez, azok azonban nem indulnak be, és ami innentől jön, készüljetek fel, mert az Evidence utolsó 20 perce semmi ehhez képest. Itt már a film tulajdonképpen feladja azt a próbálkozást, hogy lineárisan kövesse az eseményeket, és ilyen... feliratokkal tudatja velünk, hogy éppen mi történik a cselekményben, de hát ezt eléggé szájbarágósan teszi. A csapat megérkezik a katonaszállítókocsihoz.
A csapat megtalálja a barlangot. Ez itt egy ház. Hőseink megtalálják a barlangot, ahol ugyebár a felvételen is látott professzor is tartózkodott. Aztán itt egy a laza 140 órás bolyongás után megint csak megtámadja őket valami nagyon titokzatos dolog, és hát az alkotók nemes szándékának hála, ezt már kerek 6 másodpercig is láthatjuk. Aztán a semmiből fölbukkan a professzor eléggé zilált állapotban, hőseink azért elviszik őt, és itt jön az a pont, ahonnan az egész átfordul a totális, mérhetetlen, követhetetlen káoszba. Valami, vagy valamik, valaki vagy valakik, valamivel, valamiért elkezdenek tüzet nyitni a szereplőkre, akik kétségbeesett menekülésbe kezdenek. Bevágok ide egy rövidke kis részletet, hogy mégis érezzétek, hogy mit fogunk itt nézni majdnem 20 percen keresztül. Kegyetlen jó ez a megvalósítás, nem? Hogy az alkotók úgy próbálnak meg félelmet elérni, hogy össze-vissza rángatják a kamerát, és mindenféle hangeffekteket kevernek a látottak alá. Az meg különösen megdöbbentő, hogy eltelik egy 10-15 perc, és az eddigi főszereplők, nevezetesen a szőkehajú nő, a csapatvezetője teljesen eltűnnek, és nem is fognak szerepelni többet, helyette az egyik katona, illetve a két operatőr kerül a középpontba, akik valamiért külön váltak az osztagtól, és hát a katona elhatározza, hogy ő kőkemény csapdát állít a ragadozónak, vagy elnézést az aliennek. Azért mondtam egyébként ragadozót, mert ez az egész megvalósítás kísértetiesen emlékeztet John McTiernan 80-as évekbeli klasszikusára, de természetesen nem járnak sikerrel. És igen, az Alien a kezdet című horrorfilm 81. percében láthatjuk először, hogy valami alien formájú idegen lény megjelenik a kamera előtt. Az alkotás stáblistával együtt 84 perces. Hehe, nagyon megérte végignézni, ugye? Aztán ide a végére beraktak még egy ilyen plusz jelenetet, amiből kiderül, hogy ez az idegen életforma tulajdonképpen rokona az emberszabásúaknak, mivel a DNS-ük egyezik. Fogalmam nincs, hogy miért kellett ezt beleerőltetni a végébe, mert egy csomó logikátlanságot fed fel, főképp azt, hogy a szereplők a film végén ennek a ténynek ezek szerint már régen tudatában voltak, ahhoz képest ki is mondják, hogy fogalmuk sincs, hogy mi az, amivel dolguk van, de biztosan nem ember, hát gratulálok. Szóval ennyi lenne az Alien a kezdet című 2012-es found footage horror. Én őszintén megmondom, szerintem a leépített szépség óta nem húztam fel magam ennyire egy filmen. Tudom, hogy ez a bemutató nem lett a legösszeszedettebb, de ez egyszerűen azért van, mert erről a filmről nem lehet összeszedett bemutatót készíteni, mert ez a film egyszerűen nincsen épkézláb módon összerakva. Ez egy utolsó hitvány férc munka, ez tulajdonképpen teljes joggal értékelhetetlennek nevezhető. Én komolyan álmaimban sem hittem volna, hogy egy évadon belül kétszer is meg fog dőlni a legrosszabb found footage filmnek járó titulus, mert ugye a jégbe zárva elhapolta az evidence elől, de most gondolkodás nélkül kimerem mondani, a legrosszabb found footage horror, amit valaha láttam, sőt úgy unblock az egyik legrosszabb film, amit életemben láttam, az Alien a kezdet. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi voltam mára, sziasztok!